Sziasztok! Egy csipke mintát szeretnék most megmutatni. Nagyon szép, olyan, mintha ilyen kis háromszögekből állna össze az egész. Mindössze 4 sor, minden páros sor, fordított sor. A szemszám pedig, amit fel kell szednünk az elején, az 4 többszöröse, plusz 1 szem, plusz a 2 szélszem, hogyha szükség van rá. És mutatom, hogy hogy készül. Első sor. Az első szemet leemelem, ugye ez a szélszem. A következő szemet simán lekötöm. Majd készítek egy ráhajtást előről. A két következő szemet, azt összekötöm. Majd visszateszem a bal tűre, és ezt a soron következő szemet, ami egyébként következett volna, ezt átemelem rajta, le is ejtem, majd visszateszem ezt a szemet a tűre. És ismét készítek egy ráhajtást. Ezt kell ismételnünk. Egy sima ráhajtás. Összekötöm ezt a két szemet, visszateszem a bal tűre, áthúzom rajta a következő szálat szemet, majd ezt visszateszem a jobb tűre. Ráhajtás. Sima, ráhajtás. Kettőt összeköt. Visszatesz, átemel, és lejt, és átrak. Nagyon gyorsan megjegyezhető minta, bár még akkor is, hogyha az elején egy kicsit bonyolultnak tűnik ez a leköt, átemel, áthúz, visszatesz, stb. És a sokadik sor után pedig, amikor már látszik maga a minta, akkor pedig már tényleg nagyon egyszerű. Az utolsó szemek a ráhajtás után egy simát kötünk, majd pedig a szélszemet, ahogy szeretnénk. És ez volt az első sorunk. Na most ne tévessze meg senkit az, hogy a szemeknek a lába az máshogy áll. Ez egy másfajta kötésmód, de mivel lassan mutatom, ezért remélem, hogy követhető, illetve biztos vagyok benne, hogy követhető. Én így tanultam annó kötni, de aztán áttértem a másik módszerre, és ezt nagyon ritkán használom, de ehhez a mintához ez szükségeltetik. A második sor, és mint mondtam, minden páros sor, ez fordított lesz, és a fordítottat is egy kicsit máshogy kell kötnünk. Ugye én a fordítottat alapból így kötöm. Egyszer írta valaki, hogy milyen furán kötök, valószínűleg azért, mert ő viszont így köt. A ráhajtásokat is fordítottan kötjük le. Tehát ugyanígy beszúrok a tűvel, de nem itt felülről hurkolom rá, hanem innen lentről. Ennyi a különbség. Tehát minden szemet, amit itt látunk, és a ráhajtásokat is fordítottan kötjük le. Ez a fajta fordított kötés, mondjuk sokkal gyorsabb szerintem, mint a másik. Legalábbis nekem most úgy tűnik, hogy gyorsabb. Jó, szélszemet is lekötjük, fordítottam. Most jön a harmadik sor. Itt annyi a különbség az első sorhoz képest, hogy
el kell tolnunk a sort, ugye, ahhoz, hogy, illetve a szemeket, ahhoz, hogy kijöjjenek ezek a minták. A szélszemet leemelem, és itt most simán összekötök két szemet. Nem csinálok vele semmit, nem húzom át semmit, csak simán összekötök két szemet. Aztán készítek egy ráhajtást, kötök egy simát, és innen már mindent ugyanúgy készítek, mint az első sorban, a sima után megijön egy ráhajtás, összekötök két szemet, visszateszem a bal tőre, átemelem az azt megelőző szemet, vagy követő szemet, attól függ, honnan nézzük, és utána ezt átemelem a jobb tőre, és ott is hagyom. Ráhajtás, sima, ráhajtás, kettőt összeköt, szarak, eltemel, és visszatesz. És ráhajtás, és kezdjük előről. Sima, ráhajtás. És az utolsó szemek, az utolsó két szemet, ami marad a tűn, azt simán összekötjük. Tehát ugyanúgy, mint az elején, ugye ott is két simával kezdtük, és a végén két simával fejezzük be. Ez volt a harmadik sor, és a negyedik sor, a páros sor, fordított. És akkor ezzel az új fajta, vagy régi fajta fordítottal kötjük. Hiszen így maradnak úgy a lábak, a kötés szemeknek a lábai, ahogy arra most szükségünk van. Ez az a négy sor, amit ismételnünk kell. És egy ilyen szuper minta lesz a végeredmény. A hátulja egyébként ilyen, ugye itt vannak a fordított szemek. Ez sem rossz egyébként. De ezt szerintem sokkal szebb. Próbáljátok ki. Egy újabb csipke minta.